A Magyar Művészeti Akadémia új elnöke 3 évre Vashegyi György, 140 támogató szavazattal. Gratulálunk! Az a benyomásom, hogy a Magyar Művészeti Akadémia nagyon jó úton halad, semmilyen fajta hirtelen irányváltásra nincsen szükség, nem is áll szándékomban ilyesmit kezdeményezni, hanem haladnunk kell tovább az úton. Minél magasabb minőségen, minél több probléma megoldásában segítséget nyújtani a magyar kulturális és művészeti életnek. Ez is egy feladatunk. Az anyagi erőforrások arra valók, hogy a maximális hatékonysággal, ha költsük el őket, maximális eredményt produkálva, ez a kötelességünk, főleg közpénz esetében. Június közepén egy akadémikus kollégám, aki egyébként nem zenész, erre büszke vagyok, mert engem elsősorban a zenészek ismernek, hiszen egy szűkebb területen mozogtam az elmúlt negyed században voltam leginkább aktív. Tehát egy nem zenész akadémikus társam keresett meg azzal, hogy ő szeretne engem jelölni elnöknek, hogy vállalnám-e a jelölést. Nagyon nagy meglepetést okozott. Néhány nap gondolkodási után úgy éreztem, hogy nem lenne etikus, nem lenne szép egy ilyen feladat elől megfutamodni, hogyha az emberben van, ember érez magában erőt és tenni vágyást, és lát megoldandó dolgokat, ahol segíthetünk a magyar kulturális életnek, és úgy érzem, hogy van ilyen tennivaló. Ezeket próbáltam összeszedni, és ebből felvillantani néhány pontot a közgyűlés előtt, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ilyen nagy többséggel elnöki választottak, ez felfoghatatlanul nagy megtiszteltetés és felelősség számomra. Igyekszem ennek megfelelően viselkedni a jövőben. A saját eddigi tevékenységemről csak egész röviden annyit, hogy én 26-27 évvel ezelőtt még egyetemista éveim alatt létrehoztam egy kórust, a Pörszel kórus és egy zenekart, az Orfeó zenekart, és ezek az elmúlt magyar, tehát nagyon büszkék vagyunk, ha valamire büszkék vagyunk a szakmai eredményeink mellett, arra vagyunk büszkék, hogy hogyan értük el ezeket az eredményeket. Az elmúlt 30 év magyar klasszikus zenei életében messze a legkevesebb közpénz felhasználásával mi értünk el nagyon komoly hazai és nemzetközi sikereket. Tehát függetlenek voltunk, a piacról éltünk, ez máshogy nem volt lehetséges, mint nagyon-nagyon sok munkával, összefogással, együttműködéssel. Az együttműködésnek hatalmas ereje van, és hát mindenek előtt minőséggel. És örülünk annak, hogy elértünk sikereket, nyertünk díjakat a lemezeinkkel, tehát megnyertük a Német Hanglemez nagy díjat opera kategóriában, ami egy nagyon nagy megtiszteltetés. Például ilyenfajta díjaink vannak, de a mi nemzetközi ismertségünk az még csak egy felépülő fázisban van az én szakmai területemen is. A 25 év erre volt elegendő, és remélem, hogy Isten segítségével lesz még legalább 25 évünk ezt beteljesíteni. Tehát én karmester voltam, most ebben a 3 évben másodállásban leszek karmester, nem szülök meg karmesternek lenni. Szükségképpen van egy nagy átfutás, főleg a nemzetközi gyakorlatban egy nagyobb átfutás van, az átadás, átvétel, és én úgy érzem, hogy nem szerencsés rapid módon hirtelen változtatásokat már lekötött és megszervezett programokhoz, csak a végső esetben szeretnék hozzányúlni, ahogy egy operaháznak az évada is már előre készen van, így az akadémiának is a programja előttünk áll, és azt az ember igyekszik átvenni, megismerni, magáévá tenni. Már most is úgy érzem, hogy az MMA a magyar kulturális és művészeti életnek azért a legfontosabb szellemi műhelye, sok minden miatt, de az egyik elsődleges, hogy ennyi művészeti ágat összefogni és átlátni semmilyen más szellemi műhely Magyarországon nem képes. És ez nagyon jó, hogy így van. Azon az nyilvánvalóan szakmai vita és megbeszélés tárgya lehet, hogy ezt a kört hogyan lehet tovább bővíteni, milyen fajta kölcsönhatások, együttműködések léteznek különböző művészeti ágak között. Az akadémia esetében az van, hogy nagyon-nagyon széles művészeti területeket nagyon szerencsés módon magába gyűjt és összefog. Ez így nagyon jól van, ezeket bővíteni lehet még tovább. Nagyon fontos például az, hogy én elsősorban zenész voltam eddig, és nagyon hiszek a szakértelemben, tehát én nagyon nem szeretnék olyan dolgokba beleszólni, amelyekhez találok magamnál sokkal jobb szakembert itt az akadémián belül. Az elsődleges feladatunk, ahogy a programban elmondtam, nyilvánvaló, hogy a magyar alkotó és előadó művészet múltjának, jelenének és jövőjének következetes, értékelvű és minőségpárti képviselete. Ez az elsődleges feladatunk.